jártam a nyílt vizen, villámlott, majd sötét lett az ég. Küzdöttem a viharral, ám úgy tűnt, itt nincsen segítség. Hegyi hullám támadt rám, és úgy éreztem, eljött hát a vég. Ám ekkor hirtelen, ott termett ős kerumpartot élt. Él ott lenne csúpolip, a neve Dexter, s hatalomra tör. Rája vidra pupi ő, amíg Dexter valahol lapít. Egy jó barát, ki téged vár, ki tengerméből felfel jár. Száz kalandot élhet át, Flipper a csúcs. Flipper és barátai. Tabu rettenetes titánja. A legenda szerint ez az alagútrendszer azokhoz a rejtett kamrákhoz tartozik, amelyek műhelyként szolgáltak. Itt építették a hatalmas kecói gépeket, mielőtt elsüllyedt volna az ősi város. Nyugodtan maradhatott volna titokban. Nyugi, Goose! Ez a barlang teljesen elhagyatott. Leszámítva a pókokat és a kígyókat. Pókok, kígyók? Csak utánad, kis öreg. A találmányaikat a tenger teremtményeiről mintázták, óriás tintahalakról, gyilkos cápákról, tengeri sárkányokról. Tényleg azt mondta, hogy tengeri sárkány? Tűzköpő masinák voltak fém agyarakkal és hatalmas szárnyakkal. Töki professzor! Kérem, legyen meg! Goose! Goose, jól vagy? Egy csésze forró kakaó és egy esti mese mindent helyrehoz. Goose, ez csak egy árnyjátékos trükk volt. Nem hiszem el, hogy bedőltél neki. Az ilyen otromba tréfák egyáltalán nem viccesek. Senki sem fog komolyan venni, ha tényleg nagy a baj. Jól van, anya. Bocs, Goose. Na jó, még meg kell csinálnod a földrajzházidat. Mára elég volt. Hű, de meleg van, Lopaká. Mikor tartunk szünetet? Furcsa, hogy még akkor is dolgoztok, amikor a gépek mindent megcsinálhatnának helyettetek. Én szeretem a kemény munkát, Spike. Ahogy Kereva szokta mondani, ez jót tesz az elmének és a szívnek. Ez igaz, Lopaká. De sok modern találmány olyan, nincs az a szó, Spike. Csúcs. Igen, csúcs. Annyi mindent csinálhatunk velük, leszedik a gyümölcsöt és learatják a termést. Nézd csak ezt a masinát, ezzel képeket lehet készíteni. Mondjátok, hogy cheese. Tessék, nézd. Csúcs. Oh, végre ebédszünet. Hé, srácok, gyertek, fedezzük fel Tabut. Nem is tudom. Hiszen ha jön a vihar, akkor oda a termés. Ugyan már, Lopaká, egy felhő sincs az égen. Ez az irány, Tabu! Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek a bulimra. Itt az ideje, hogy rázzuk az uszonyainkat, és bulizzunk egy jó nagyot! Csapjatok bele, ré! Aha! És egy, és kettő. Szabad egy táncra, Delfina hercegnő. Ó, hogy ne, Flipper? Jó, akkor bugizzunk! Nézzétek, hogy táncikál ez a delfin. Úgy riszálja magát a palotába, mint valami együgyű. Ez az ön palotája volt, Dexter úr. Jó, ideje tönkretenni ezt a bulit. Vigyázz! Kész! Tűz! Nem szép dolog elrontani mások mulatságát. Főleg, ha meghívót sem kaptál.
Meghívó, meghívó! Ez az én palotám! Vett tudomásul, úgyhogy nekem itt nem kell meghívó! Ejha, nem emlékszem, hogy bárki is megválasztott volna hercegnek. Engem nem is kell megválasztani! Kihívlak egy pár bajra! A győztes mindent visz! A palotát, a trónt, a kincseket! Na hát, Dexter, a verekedés semmit sem old meg. Különben is, én most táncolom. Méghozzá Delfin a hercegnővel. Hey! Ó, szóval táncolni akarsz, mi? Jól van, fiacskám, tangózz! Szerencséd volt! Dexter, igazán rád férne néhány táncóra. Hé, Willy! Visszaküldenéd a hivatlan vendégünket oda, ahonnan jött? Persze, Flipper. Alig várom, hogy kifoszthassam a palotát. Igen, elsőként a gyöngyökben fogok megmártózni. Kíváncsi vagyok, mit mond erre Dexter úr, miután visszajött. Azt hiszem, már jön is! Hű! Nem is tudtam, hogy itt vannak ezek a barlangok. Honnan is tudhattad volna? Az apám szerint egy tengeri szörnyeteg őrzi a bejáratát. Egy hatalmas, borzalmas polip, aminek egy méteres agyarai vannak. És itt van! Ez meg micsoda! Teljesen szuper! Ez nem egy kecói szörny, hanem ez a több ezer éves gépeknek az egyike. Vajon mire használhatták? Na hát, tehát a kecói gép létezik. Hatalmas! És félelmetes! Ez roppant érdekes! Hé, ezt nézzétek! Fiúk! Nagyon érdekes. Lehet, hogy köze van ehhez a géphez. Biztos csak valaminek a törött darabkái. Sokkal fontosabbak annál. Tudom. Az anyámnak látnia kell ezt. Jobb lenne, hogyha békén hagynád, Spike. Ez az őseinké volt. Á, ők már sehol nincsenek. Ez most már a tudományi. Ezzel bebizonyíthatom, hogy találtam valamit. Beomlik! Meneküljetek! Ó, egy kezói gép. Dexter urat bizonyára nagyon érdekli majd. Kíváncsi vagyok, hogy működik ez a szerkezet? Én bizony nem nyúlnék Dexter furcsa masináihoz. Gyúlan-túl veszélyesek. Igazad van. Ti menjetek el Dexter barlangjába, és derítsétek ki, hogy mire készül. Nekem vissza kell mennem a vendégeimhez. Vajon mire jó itt ez a fogantyú? Nem szabad olyasmivel foglalkoznunk, amit nem értünk. Kereva is ezt mondaná, Nola. Tudom. Ha? Tudtam, hogy ez valami fontos dolog. Mi lehet ez? Lopaka! Bolo! Nézzétek meg ezt az ősi írást! Egy pillanat, Nola! Ez nekem olyan, mint a macska kaparás. De mi van, ha azt írták le, hogy hogyan rakhatjuk össze a gépet? Talán még gyümölcsöt is tudnánk szedni vele. Ez a gép túlságosan veszélyes. Különben is a szerelés a fiúk dolga. Te sose tudnád összerakni. Igenis, hogy tudnám. Csak nem tudom elolvasni az írást. Azt hiszem, visszaküldöm oda, ahol találtam. Őszi kecói írás. Ugye milyen jó, hogy tanultam tengeri nyelveket?
Ez egy tervrajz a kecói gép összeszereléséhez. Hogyan szerezzem vissza a palotát ezzel a micsodával? Azt mondtam, állj elő egy tervvel, te meg beállítasz ezzel az értéktelen kacsattal! Ez nem kacat, ez útmutató, hogy hogyan építhetünk fel egy kecói gépet. Igen, hát persze, ezzel a géppel visszaszerezhetem Flippertől a palotát apró darabonként. Hű, jaj ne, a gép lesüllyed a víz alá. Gyorsan idehívom anyát, mielőtt eltűnik. De nem hallottál valamit, Töki professzor? Itt van, anya. Hol? Eltűnt. Hát ez nagyon jó hír. Hagyd már ezeket az ostoba vicceket, Spike. Pont most süllyedt el. Egy szót se többet. Indulás, Spike. De anya! Az egyes tapadókorongot hozzáillesszük a kettes tapadókoronghoz, és rákalapáljuk. Igyekezzetek, ostoba fajankó! Nem érünk rá egész nap! Hallottad, mit mondod? Te lustaság, te! Hogy ne, uram! Goose! Mondd, mit tehetek érted, kisember? Hát, csak egy kis szívességet. Nem nagy ügy. Szeretném, ha elvinnél egy körre a tenger alatt járón. De miért? Miért? Hát... Készítenem kell néhány képet a házi feladatomhoz. Nem akarod, hogy megbukjak? Jó, most már hozhatjátok a mellfőkart is. Igyekezzetek, teknősök! El kell foglalnom egy várost! Akkor most letesztelem a cápokat. Na, mi van? Úgy látom, működnek. Szabadíts ki innen! A gépezet készen áll a fosztogatásra, Dexter úr. A pusztításról és a romborásról nem itt beszélve. Kiváló! Hamarosan rátekerem ezeket a csápokat Flipper palotájára, akkor mindenki megtudja, hogy ki Kecó igazi királya! Gyerünk! Figyelmeztetnünk kell Flippert! Vigyük el ezt a kőtáblát! Nézd, Spike! Egy csikóharraj! Hey, kis haver! Hogy nem csináltál egy képet se? Valami különlegeset keresek. Olyat, aminek hatalmas fém állkapcsa és 6 méteres csápjai vannak. 6 méteres csápok? Igen. Nézd, itt is van. Azt felejtsd el, Spike. Nem dőlök be egy ilyen ócska trükknek. Ez nem trükk, Goose. Nézd. Én ugyan nem. Tudom, hogy megy ez. Oda nézek, te kinevetsz, és azt mondod, becsaptalak. Nem, ez most komoly, Goose. Ez egy hatalmas, mechanikus szörnyeteg. Nem tényleg be. Hű, ez egy óriási gép az ősi városból. Igen, és nagy, és csúnya, és borzalmas, pont, mint Dexter. És használni is fogja. Ez
biztosan véget vet a szórakozásuknak. Most visszaveszem a trónomat! Megvan a trónom, és most adok egy kis meglepetést ennek a kis pimasz delfinnek. Mellé! Ez a kottyeles kis delfin végre a foglyom! Elkapta Flippert! Tarts ki! Húzzátok! Húzzátok minden erőtökkel! Gyerünk, egyszerre húzzuk! Mindenki kövessen! Gyorsan! Eltűntek, Dexter úr! Tudtam, hogy ez a tengeri nyúl túl gyáva, hogy kiálljon velem. Na mindegy! Ma a palota, holnap egész Kecó az enyém lesz! Mihez kezdjünk, Flipper? Nem tudjuk legyőzni ezt a szörnyet. Csak Dexter harcol fegyverrel. Mi túljárunk az eszén. Remélem, hogy ennek a segítségével elpusztíthatjuk ezt a gépet. De nem ismerjük ezt az ősi nyelvet. Ez igaz, de talán Lopaka tud segíteni. Lopaka, segítened kell! Ezzel kapcsolatos a dolog. A kőtábla Tabu szigetéről. Ez egy közönséges polip, Spike. Nem, nem az. Ez egy igazi kecói gép. A saját szememmel láttam. Kérdezd meg Goose-t, ő is látta. Jaj, ne kezd már te is. Spike, elég a bolondozásból. Csináld meg a leckéd. De Tuki professzor. Hallgass, Goose. Ez nem kitaláció. Spike, itt van a mamád. Meg kell mutatnom neki valamit. Micsodát? Nola, összerakta. Tudnom kell, hogy mit jelent ez az írás. Lefordítom a számítógépen, rendben. Kész is. Kinyomtatom. Szuper! Ebből kiderül, hogyan építheted meg a gépet. Jó, add ide, Spike! Ára is van. Megkapod a kőtábláért cserébe. Nem, azt nem lehet. Ne is kérd! Hát persze, értem én. Ez egy ősi valami, amihez nekünk semmi közünk. Add vissza! Nézd, mit csináltál. De most mennem kell. Hé, az az enyém! Ennyit a bizonyítékomról. Nola! Szia, Nola! Szeretnék mutatni neked valamit. Mi ez? Spike a számítógépe segítségével lefordította a kőtáblán lévő szöveget. De hogyan? Én visszadobtam az óceánba. Ezek szerint így jött rá, Dexter. Ki jött rá, mire? Nem érdekes. Eszembe jutott valami, Nola. Mivel te úgyis olyan jól értesz a gépekhez, talán hasznát vehetnénk egy ilyen gyümölcsszedő masinának. Azt hittem, a lányok nem értenek a szereléshez. Hát, azt nem én mondtam. A pedálok segítségével megforgatod ezeket a kerek alakú részeket, amik vizet préselnek át a csápokon lévő lyukakon, és ettől elindul. És mi történik, ha a fogaskerekek közé beszorul valami nyúlós, mint mondjuk a ragasztó? Hát, megnőne a szerkezeten belüli nyomás, amitől darabokra esik. Ez az! Kösz, Nola! Rohannom kell! Ha? Nézd, őrmester! Hamarosan ez is a saját városom része lesz. Azt hiszem, az lesz a neve, hogy Dexterland! Csodálatos ez a masina, őrmester! Oké, Lopaka, én elterelem a figyelmét. A többi a te dolgod.
Elég volt, Dexter! Távozz a királyságomból! Próbára akarsz tenni? Egy aprócska delfin szembeszáll a hét tenger legnagyobb szörnyetegével! Úgyis elkaplak, te csúszós kis angolna! Ha jól látom, el kellene egy kis ragasztó. Így. Az enyém vagy, Flipper! Mi az? Valami baj van! A gépem! Felrobban a gépem! Hajót elhagyni! Mintha valami szörnyeteg üldözni. El az utamból nyomorultak! Hová készültél, Dexter? Látom, Dexter, hintába ültetett a nagy kecói masina. Szép munka volt, lopaka! Furcsa ez a kép, amit Spike készített. Jobb, ha megvizsgálom. Ez meg mi? Na hát, lehet, hogy Spike tényleg igazat mondott. Vajon hol lehet lopaka? Neki is itt kellene lennie. Te magasságos teremtő! Mindjárt itt a vihar, és még rengeteg gyümölcsöt kell leszednünk. Spike! Spike! Hol is láttad azt a kecói gépet? Pont ott, anya. Fusson ki merre lát! Először a nők és a törzsfőnököt! Nem kell félni, ez csak lopaka. Lopaka, szörnyeteg? Ez nem egy szörny, kapunafőnök. Ez egy ősi kecói gép. Megcsináltuk. Ezzel egy pillanat alatt learadhatjuk a termést. Tartsátok a kosarakat az ágak alá! Ez bámulatos, lopaka. Egyszerűen brilliáns. Nem az én ötletem volt, hanem Noláé. Ez valóban egy kecói gép. Nem vicceltél, Spike. Nem kéne hozzányúlnod, anya. Ez tényleg nem a miénk. Butaság. Ismered a tudományos felfedezések mottóját? Azé, aki megtalálja. Hát igen, ahogy Kereva mondta, egyetlen kép sem pótolhatja a kemény fizikai munkát. Szuper! Ajaloha! Krakatoa! Magyar hangok. Lippai László, Markovics Tamás, Molnár Zsuzsa, Dányi Krisztián, Horvicki Ferenc, Szinovál Gyula, Vári Attila, Csuha Lajos, Rudas István, Kapácsi Miklós, Kardos Gábor, Molnár Ilona. Magyar szöveg Fuchs Gábor. Hangmérnök Kis Pál és Jung Norbert. Szinkronrendező Rácz Kati. A magyar változat a Minimax megbízásából a Subway stúdióban készült. Produkciós vezető Kicska László.